estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának március 27-ei adását látják. Egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg, de komoly esély van arra, hogy Magyarországon a legtöbb, vagy akár minden uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet, és szabad nyarunk lesz, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában pénteken. A koronavírus járvány harmadik hulláma Európa szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. Pénteken több mint 11 ezer új fertőzöttet regisztráltak hazánkban is. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány fenntartja az eddigi szigorú intézkedéseket. A járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat. A harmadik hullám kezdete óta újabb 1 millióval nőtt a regisztráltak száma, de még így is sokan vannak, akik nem jelentkeztek. Regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet. Most pedig lássuk képes tartalomjegyzékünket. Négyzetméter alapon lehetnek majd nyitva a boltok, és nagy valószínűséggel április 19-én nyithatnak ki az oktatási intézmények. Előtte beoltják az iskolai és az óvodai dolgozókat. Katonák fertőtlenítették a Sárvári vármelléki óvodát, mivel a Pápa bázis repülőtér felel Vas megye fertőtlenítéséért is, ezért a pápai katonák jöttek el Sárvárra elvégezni ezt a feladatot. A Kertvárosi utcák lépésről lépésre történő felújítási programja az Eperjes utca felújításával folytatódik. A munkálatok március 22-én indultak a járda felújításával. Játékos feladatokkal és versenyekkel szólította meg a Nádasdy Tamás általános iskola a leendő első osztályos gyermekeket. Három első osztályt szeretnének indítani jövőre. Az évek óta húzódó bajorkincsek ügye a tavalyi év végén lezárásra került. Magyarország kormánya a múzeum munkatársai által kiválasztott tárgyakat megvásárolta. Március 15-én, 72 éves korában elhunyt Dinnyés József előadó művész, dalszerző, énekesgitáros. Ráemlékezünk egy korábbi interjúnkkal. Megszakadt a Sárvár FC tavaszi győzelmi sorozata a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Hazai pályán a kőszegi csapat állította meg a lista vezető Sárvár menetelését. Négyzetméter alapon lehetnek majd nyitva a boltok, és nagy valószínűséggel április 19-én nyithatnak ki az oktatási intézmények, mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában, aki hozzátette, hogy egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg. Kondora István polgármester közösségi oldalán kérte a sárváriakat, hogy a fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt szigorúan tartsák be a járványügyi szabályokat. Március 26-án minden eddigi hazai rekord megdőlt a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Több mint 1 millió 800 ezer embert már beoltottak, de 11.265 lett az új fertőzöttek száma. Elhunyt 275 beteg. 11.823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor miniszterelnök március 26-án reggel a Kossuth Rádióban azt hangsúlyozta, nehéz időszak ez, a járvány legnehezebb heteit éljük. Ma is tettem kísérleteket az operatív törzsülésén, hogy a boltok kinyitásának vagy a szolgáltatások kinyitásának a helyzete mellett beszéljek, de egyetlen volt a járványügyi szakembereknek a vélemény, hogy amíg ilyen magasan van a fertőzés, addig semmilyen nyitás nem engedhető meg. Pénteken délután Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli online sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs ülése után. Csak megerősíteni tudom, amit reggel a közrádióban a miniszterelnök mondott, a jelenlegi számok mellett pillanatnyilag semmilyen nyitás nem engedhető meg.
egy utolsó nagy közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy túl legyünk a járvány harmadik hullámának csúcspontján. Ezért most mindenkit arra kérünk, hogy az érvényben lévő szabályokat tartsa be ezeket a húsvéti ünnepek időszakában is. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy bár jelenleg a helyzet komoly, az orvosok és az ápolók megfeszített munkájára van szükség ahhoz, hogy mindenki a lehető legjobb ellátást megkaphassa, de nem sokára túl leszünk a járvány harmadik hullámán, és megkezdődhet a nyitás. Ma az operatív törzs hosszan tárgyalt azokról a javaslatokról, amelyeket a Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a vállalkozások, a gazdasági élet szereplői a kormány irányában több alkalommal megfogalmaztak. Ezeket a szabályokat támogatjuk, ugyanakkor változtatásra akkor van lehetőség, hogyha a beadott oltásszám tekintetében átlépjük a 2,5 milliós határt. Ez a jelenlegi számításaink szerint a húsvét utáni napokban, húsvét hétfőt követően néhány nappal be fog következni. Kondora István polgármester közösségi oldalán hívta fel a sárváriak figyelmét arra, hogy március eleje óta folyamatosan nő a koronavírus fertőzöttek száma Sárváron. A rendelkezésünkre álló legfrissebb adatok szerint 151 fő aktív, igazolt fertőzött van Sárváron, és 411 fő áll járványügyi megfigyelés alatt, mert kapcsolatba kerültek igazolt fertőzöttel. Felhívom a figyelmüket, hogy a szájmaszk használata és a szociális távolságtartás Sárvár valamennyi utcájában közterén kötelező. Kérek mindenkit a járványügyi szabályok szigorú betartására. A járvány ellen leghatékonyabban a védőoltással tudunk védekezni. Aki még nem tette meg, az regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon. Írja Kondora István polgármester. Katonák fertőtlenítették a sárvári vármelléki óvodát. Az operatív törzs a Magyar Honvédségnek szabta feladatul a fertőtlenítési feladatok elvégzését. Mivel a pápa bázis repülőtér felel Vas megye fertőtlenítéséért is, ezért a pápai katonák jöttek el Sárvárra elvégezni ezt a feladatot. A Magyar Honvédség pápa bázis repülőtér katonái március 22-én reggel a sárvári vármelléki óvoda központi épületét fertőtlenítették. Darázsnyi Horváth Kornélia óvoda vezető munkatársaival együtt fogadta a honvédeket. Az elmúlt hónapokban többször is szünetet kellett elrendelni az óvoda egy-egy csoportjában a koronavírus járvány miatt. Ezért az óvoda vezető fontosnak tartotta, hogy az óvodai szünet ideje alatt éljen a fertőtlenítés lehetőségével. Körülbelül 2 héttel ezelőtt az Emberi Erőforrások Minisztériumából kerestek meg bennünket, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy kérhetjük a honvédség által végzett fertőtlenítést. Most ugye napi szinten a Dajka nénik természetesen folyamatosan fertőtlenítenek, ehhez központilag kapjuk minden hónapban a nagy mennyiségű fertőtlenítő és tisztítószert, de azt gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség, amit nem szeretnénk kihagyni ebben a vírusos helyzetben, és talán mindenkinek egy kis megnyugvást jelentene, hogy most mégis központilag talán nagyobb hatóanyaggal, hatással elvégeztetjük ezt a fertőtlenítést. Az épület fertőtlenítésének előkészületei az óvoda udvarán kezdődtek el. Mátyás Botond Hunor főhadnagy elmondta, hogy az operatív törzs feladatul szabta a Magyar Honvédségnek a fertőtlenítési feladatok elvégzését. Mivel a pápa bázis repülőtér felel Vas megye fertőtlenítéséért is, ezért a pápai katonák jöttek el Sárvárra elvégezni ezt a feladatot. Egy rövid adminisztrációs egyeztetés után a katonák bejárták a helyszínt, felosztották maguk között a területet, ezután beöltöztek vegyvédelmi ruhába és gázálarcba, és egy alkoholos fertőtlenítőszerrel nekiálltak az épület fertőtlenítésének. Itt föntről lefelé és bentről kifelé haladva fertőtlenítik a helyiségeket, a csoporttermeket, az étkezdét, konyhát, közös helyiségeket, mosdókat, azért, hogy a gyerekek visszatérve a szünetről biztonságos és tiszta körülmények közé térhessenek vissza. Az óvoda épületében szétpermetezett alkoholos fertőtlenítőszer semmiféle veszélyt nem jelent a gyermekekre. Miután befejezik a feladatot, a kollégák, ahogy egy helyiségből kijönnek, kinyitják az ablakokat, és egy órás szellőztetés után átvehető a helyiség, tehát onnantól fogva semmiféle veszélyt nem jelent.
A Pápa bázis repülőtér katonáinak új feladatot jelentett a fertőtlenítési tevékenységben való részvétel. A Magyar Honvédségnek van egy vegyvédelmi zászlóalja, ami kifejezetten ilyen feladatokat lát el, viszont a koronavírus járvány megjelenésével olyan nagy számú feladat jelent meg, hogy szükségessé vált több katonai szervezet bevonása is, hogy el tudják látni ezt a feladatot. Amint hozzánk igény érkezik, betervezi az operatív csoport, nagyjából az iskolai szünetek idejére csoportosulnak, akkor jelenik meg több ilyen kérés. A sárvári vármelléki óvodában ügyeletet biztosítanak a gyermekeknek a rendkívüli szünet idejére. A szülők igényeinek megfelelően 14-20 fő közötti gyermeklétszámmal folyik az ügyelet. A Kertvárosi utcák lépésről lépésre történő felújítási programja az Eperjes utca felújításával folytatódik. A munkálatok március 22-én indultak a járda felújításával, az úttest és a kapubejárók felújítására a húsvéti ünnepeket követően kerül sor. A sárvári önkormányzat a kivitelezésre 40 millió forintot nyert a belügyminisztérium pályázatán. A járda feltörésével és újraalapozásával március 22-én hétfőn elkezdődött az Eperjes utca felújítása. A több ütemből álló kivitelezés során sor kerül a párosoldali járda és az útburkolat felújítására, megújulnak a meglévő kapubejárók, és ahol szükséges, a csapadék csatornát is újjáépítik. Tájékoztatott Szabó Zoltán alpolgármester, aki a lakók türelmét is kérte. Az utca teljes felújításra kerül, a járda az első szakaszba újul meg. Ahogy látjuk is, nem csak egy új réteg kerül rá, hanem az egész alapot ki fogjuk cseréltetni, úgyhogy ez már egy komolyabb felújításnak minősül. A második ütemben kerül sor az útburkolat cseréjére. Addig is nagyon szeretném a lakók türelmét kérni. A két ütemről tájékoztatót is küldtünk be, illetve az interneten is folyamatosan fogjuk tájékoztatni az itt élőket. Bármi gond van, szívesen közvetítünk, de megadtuk az építető telefonszámát is, és folyamatos konzultációval az építkezéssel járó súrlódások úgy hiszem könnyen kiegyenesíthetők. A projektnek az összköltsége ez 88 millió forint, ebből 40 milliós az állami vállalás, illetve a fennmaradó 48 milliót az pedig értelemszerűen az önkormányzat tette hozzá. Folyamatosan igyekszünk a kertvárosi utcákat is megújítani. Most úgy tűnik, hogy a Kazinci-Jungvár utca közötti utcákra is egyre inkább lehetőség lesz a továbbiakban. Figyeljük a pályázatokat, folyik az előkészítés, és a pandémia ellenére sem áll meg a fejlődés. Kondora István polgármester elmondta, fontos a városvezetés számára, hogy lépésről lépésre fejleszék a város minden egyes részét, így a kertvárost is. Igen, ahogy szoktam én mondani, kicsit monoton módon, de nagyon határozottan és egy bizonyos mértékig konokul folytatjuk az útjavításokat vagy felújításokat az egész város területén. Ebből most egy kicsit talán kilóg a kertváros pozitív értelemben, mert hiszen itt az elmúlt 5-6 évben 13 utcát sikerült megújítani, és elérkeztünk oda, hogy a Ungvár utcára merőleges utcák is bekerülnek ebbe a felújítási programba. Én feltételezem, hogy egy 4-5 évet igénybe vesz majd ez is, mert hiszen a pályázatok, ahogy megjelennek, úgy tudunk részt venni ezekben a programokban, de nem csak a kertváros, hanem Rába semmilyen ugyanilyen kiemelt terület, mint a város egyik falusias övezete, egy kicsit a belvárostól talán távolabbra esik, de hegyközségben is folytatunk csapadékvízelvezetés, illetve útfelújítási programokat. Tehát azt kell mondanom, hogy a város egész területe idézőjelben kiemelt fejlesztési terület, mert minden egyes részén apróbb, talán nagyobb felújításokat tervszerűen végzünk, és természetesen a következő néhány évre is megvannak már azok a koncepcionális elemek, amelyekkel a megnyíló új európai
uniós pályázatokban is részt veszünk, mert ott is elképzelhető, hogy például a belterületi utak egy kiemelt programként jelennek meg, erre készülünk. A polgármester a kertváros fejlesztése kapcsán elmondta, megújul a Nádasdi és a Kassa utcák sarkán lévő játszótér is. Már elkészültek az alapozási munkálatok, hamarosan több a csónakázótónál felszedett régi új játszóeszköz kerül elhelyezésre a területen. A csónakázó tónál a régi játszóteret leszereltük, és azokat a játékokat, amelyek biztonságosan megmenthetők, azokat néhány helyszínen majd föl fogjuk állítani, illetve a csónakázó tónál ott teljesen új játszótér, az nyilván egy nagyon nagyszerű program, és a kertvárosban itt a Nádasdi úti területen is egy vagy két játékot mindenképpen el fogunk tudni helyezni, de hát ezzel nincs vége, hanem haladunk majd előre, hogy a pénzügyi lehetőségek ezt lehetővé teszik. Az Eperjes utcában az úttest és a kapubejárók felújítására a húsvéti ünnepeket követően április 6-a és 30-a között kerül sor. A kivitelezés időtartama alatt az úttesten történő közlekedésre csak korlátozottan lesz lehetőség, vagy egyáltalán nem lesz lehetséges, így a parkolást a környező utcákban javasolt megoldani. Játékos feladatokkal és versenyekkel szólította meg a Nádasdy Tamás általános iskola a leendő első osztályos gyermekeket az elmúlt hónapokban. A csónakázótó mellett fekvő iskola 3 első osztályt szeretne indítani a 2021-2022-es tanévben. A tanítónők online mutatkoztak be a szülők és gyerekek számára. A Nádasdy Tamás általános iskola leendő első osztályos tanítói az elmaradt iskolabejáró foglalkozások pótlásaként játékos feladatokat készítettek az iskolába készülő gyermekeknek, emellett télen rajzpályázatot, tavasszal pedig versmondó versenyt hirdettek a nagycsoportos óvodások számára. A személyes találkozások ellehetetlenülése miatt egy bemutatkozó videó is készült az iskoláról és a tanítókról. A tartalmak a www.nadasdiiskola.hu webcímen érhetőek el. Lakat Attila igazgató elmondta, a Nádasdy iskola szeretettel várja a kisgyermekeket. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nem csak mi, hanem a város és az ország összes általános iskolája a beiskolázással kapcsolatosan is. Digitális oktatás folyik, lehetőségünk úgy nincs, hogy az óvodákat felkeressük, vagy személyesen kapcsolatot létesítsünk a szülőkkel, illetve a beiskolázandó gyerekekkel. Megpróbáltunk a tanév folyamán minden olyan lehetőséget kihasználni, ami meg tudtuk tenni. Kértünk a gyerekektől, például az óvodások felé adtunk felhívást és utalmaztuk őket, akik készítenek különböző rajzokat, egy rajzpályázatot hirdettünk. Most jelenleg egy olyan pályázatot hirdettünk meg, és még mielőtt a gyerekek ott voltak, de a szülők felé eljuttattuk, hogy a tavaszról küldjenek be rövid kis videó felvételt édesanyja, édesapa által készített kis vers, tehát a kisgyerek által elmondott verset. Ezeknek a zsűrizése most a napokban fog megtörténni. Kerestük az óvodákkal a kapcsolatot, hát megpróbálunk mindent annak érdekében, hogy minél több kisgyermek jöjjön az iskolába, és hát szeretettel várjuk őket. Nagy érdeklődés mutatkozik az iskola iránt, így 3 osztályt is szeretnének indítani a 2021-2022-es tanévben. Lakat Attila kiemelte, erre a kapacitásuk is megvan. 3 osztályt szeretnénk indítani, és megítélésem szerint talán meg is lesz a 3 osztály. Nagyon nagy az érdeklődés a iskola iránt, nagyon sokan telefonálnak, érdeklődnek a beiskolázás technikai részletei iránt, és mondhatom azt, hogy kapacitásunk megvan rá, hiszen most a kilépő 4. évfolyam 3 osztályunk lép ki, és 3 kiváló tanító néni, és mellette 3 kiváló tanító, napközis nevelő várja a gyerekeket majd. Győrvárén és Ali Johanna kolléganő, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, fejlesztő pedagógus és logopédiai feladatokat is el tud látni, tehát ez egy nagyon nagy vonzerő szerintem a szülők számára és a gyerekek számára, hiszen szakszerű segítséget tud adni.
A alsós munkaközösség vezetője Molnár Miklósné Zsuzsa néni várja szeretettel a gyerekeket, rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik, rendkívül nagy tudással, empátiával, és a gyerekek nagyon kedvelik és nagyon szeretik. Valamint a Horváth Attiláné, Kati néni, aki korábban igazgató helyettes volt, szintén nagyon nagy tapasztalattal, gyerekbarát, sokat foglalkozik a gyerekekkel, segíti a felkészülésüket, nyomon követi őket, tehát hogyha valami gond és probléma van. Az igazgató hozzátette, a Nádasdi iskolában az első osztályos gyerekek sokat játszhatnak, játszva tanulhatnak, így gördülékenyebb lehet számukra az iskola kezdés. Iskolánk a város építészetileg a legfiatalabb iskolája, modern iskola, akár a külsejét, akár a belsejét nézzük. Maga az intézmény tantermei nagyok, hatalmasak, világosak, a folyosók tágasak, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, főleg a kicsik nagyon sokat tudnak játszani, hiszen azért az óvodából való átlépés az általános iskolában nem olyan egyszerű dolog, tehát adjuk nekik a lehetőséget, hogy tényleg játszva tanuljanak, és játszhatnak is a intézmény falai között. Technikailag nagyon jól felszereltek vagyunk, az iskola nagyon biztonságos, az iskola belső része a csónakázó tóra néz, egy hatalmas nagy parkban várjuk a gyerekeket, és pillanatok alatt kint vannak a csónakázó tó körül, és tartalmasan tudják eltölteni a szabadidejüket, mozgásigényüket. A beiratkozás április 15-én és 16-án lesz. Lakat Attila elmondta, az iskola szeretné biztosítani mind a digitális, mind a személyes beiratkozásra a lehetőséget. A technikai részletekről a szülők a 95-520-313-as telefonszámon, illetve a Nádasdi Tamás iskola @gmail.com e-mail címen tudnak érdeklődni. Pont került a Bajor ügy végére, az évek óta húzódó Bajor kincsek ügye a tavalyi év végén lezárásra került. Magyarország kormánya egyeztetve a múzeummal és Sárvárváros önkormányzatával a múzeum munkatársai által kiválasztott tárgyakat megvásárolta, és azok őrzési helyeként továbbra is a Nádasdi Múzeumot jelölte ki. Az 1950-es évek óta a Nádasdy Ferenc Múzeum őrizte és gondozta a Bajor királyi család által befalazott, majd 2000 műtárgyat. Az 1999-es Zala megyei bíróság döntése értelmében a befalazott tárgyak a Bajor királyi család tulajdonát képezik. A Bajor kincsek ennek ellenére a továbbiakban is a Nádasdy Múzeum gyűjteményét gyarapították. 2020. szeptember végén végre rendeződött a tárgyak sorsa. Számos emlék maradt a Nádasdy Múzeum gyűjteményében, melyeket Magyarország kormánya megvásárolt a Bajor királyi családtól, a többi tárgy többségében festmények és Sárvárhoz szorosan nem kötődő porcelánok és ezüstnemük Münchenbe kerültek elszállításra. A témával kapcsolatban Takács Zoltán Bálint intézményvezetőt kérdeztük. Hát a hír az nem igaz, természetesen, hiszen olyan nincs, hogy elvisznek a múzeumból csak úgy valamit. Egy hosszú folyamat zárult le, de amit látható környezetemben azért mutatja, hogy a hír az nem úgy igaz, ahogy leírják. Arról van szó, hogy 1950-es években a vár egyik sarkában megtalálták a Bajor kincset, illetve találtak porcelánokat, találtak ezüstök, találtak képeket, és amelyet később úgy azonosítottak, hogy ez a Bajor kincs, mégpedig a Wittelsbach királyi dinasztiának a hagyatéka. Ugye Sárváron a két világháború között a mindennapjai töltötte itt Ferenc herceg, harmadik Lajos utolsó Bajor királynak, a két halt meg Sárváron a harmadik fiúgyermeke, és harmadik Lajos a papa, pedig 1800-as évek végétől haláláig 1921-ig évente többször tartózkodott itt feleségével, Mária Terézia Dorottya modenai főhercegnővel és 13 gyermekükkel. Ez egy nagyon jó kapcsolat volt, vadászni jártak, és hát alapítványokat tettek, fejlesztették a várost a maguk munkahely teremtésével többek között, és Ferenc is például ezt az utat folytatta. Ne felejtsük el, hogy a Várparknak az a fele, ami a
nyugati oldalon van, az nem más, mint Ferenc Józsefnek az ajándéka a városnak, aki a 20-as években, 100 évre, most járt le, jelzem, odaadta az ingyenes használatra a városnak azt a részt. A múzeum munkatársai számára a műtárgyak kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a Sárvárhoz kötődő tárgyak, valamint a szívükhöz közel álló emlékek Sárváron maradjanak. Egy nagy egység elment, ezek a festmények, itt a Szépművészeti Múzeummal voltak egyeztetések természetesen, és ők azt mondták, hogy ez az az egység, meg maga a királyi család is lényegében úgy nyilatkozott, hogy amit szeretnének, hogyha visszakerülne Münchenbe eredeti állapotukba, vagy eredeti őrzési helyükre. Valóban, hogyha ezeken végig tekintünk, itt nincsen sárvári kötődés, ezek nem sárvári tájakat, nem sárvári szereplőket ábrázolnak, nincsen például olyan festmény, vagy nem volt olyan festmény, amely olyan hercegnőt ábrázolt volna, aki itt élt Sárváron. Tehát ez így egy egyértelmű volt. A többi egységből pedig még kivettük azokat a porcelánokat és ezüstnemüket, amelyek, hát mondjuk azt, hogy valóban továbbra sem ide kapcsolódtak, és a másik fél, a Wittelsbach család képviselője azt mondta, hogy ezt bizony nagyon szeretné. A lényeg az, hogy ami itt maradt, és ez volt az alapkoncepció, mindaz, ami a család itteni tartózkodásához valamilyen módon köthető. Említhetem például talán az egyik legszebb tárgyat, egy csészét, egy aranyozott csészét, amelyet eredetileg a Wittelsbach család címerével azonosítottak, de ha jobban utána megyünk a kérdésnek, akár a női úti készletnél is, akkor láthatjuk, hogy ez Isabelle Croynak, Ferenc hercegnek a felesége hagyatékához tartozik, tehát ez az ő családja révén került ide Sárvára, tehát így ez indokolható. A csokoládés készlet, a Nymphenburgi csokoládés készlet, az 1850-es években készült, ez olyan művészi értéket képvisel, amelyhez viszont mondjuk azt, hogy mi ragaszkodtunk, és ezt a hercegek el is fogadták, ezzel semmi gond nincsen. Itt maradt például a Nymphenburgi ezüsttál, ez egy gyönyörű, tehát ez a legkorábbi darabja a gyűjteménynek. Ez azért fontos a számunkra, mert lényegében mutatja, hogy a 17. század közepén mit jelent egy ötvös remek, és ez egy sárvári, mondjuk azt, hogy országosan ismert múzeumban elvárható, hogy ez itt legyen. Vagy itt van mögöttem a Nymphenburgi készlet. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas, hiszen a család mindennapjaiba enged bepillantást, ne felejtsük el, hogy a harmadik Lajos bajor király az elsősorban a vadászatai révén került Sárvára, vagy jött ide, amellett pedig hát kialakította azt a mintagazdaságot, amely országosan híressé tette a sárvári birtokot, vagy a sárvári ménest, és ezeknek az emlékei is itt vannak. Tehát a döntések elsősorban a tárgyakból indultak ki, olyan tárgyak maradjanak itt, amely alkalmas arra, hogy bemutassuk a nádasdiak utódját, a Wittelsbach családnak a sárvári történetét és mindennapjait. A járványügyi zárlat alatt a múzeum munkatársai minden tárgyat újra kézbe vesznek, új összefüggéseket tárnak fel. Lehetőségeikhez mérten minden tárgyat megtisztítanak. Mindezzel az új kiállítást készítik elő. Az alapkoncepció, hogy most mindent megmutatunk, ami itt marad, és mindenkit megnyugtatunk ezzel, hogy ez egy nagyon jó anyag. Itt három terem lesz berendezve, azaz ez azt jelenti, hogy az 1988-ban épült üveggyűjteményt lebontjuk, illetve a tárgyakat kivesszük. Tudomásul kell venni, vagy figyelembe kell venni azt, hogy most helyzet van, vírushelyzet van, nem állnak rendelkezésünkre azok a nagy bevételek, amelyek segítségével egy teljesen új kiállítást hozzunk létre, de mi mindent megteszünk a saját ereinkből, illetve az önkormányzat támogatásával. Azt ne felejtsük el, tehát, hogy a magyar állam, nem mondhatok összeget, több tízmillió, és a több az jóval több, mint amit most mindenki gondol, több tízmillió forintért vásárolta meg ezt az anyagot. Tehát a magyar államtól egyelőre azt gondolom, hogy azt a segítséget megkaptuk, ami elvárható. Az önkormányzat pedig folyamatosan támogatja a múzeumot, tehát részt vesz ennek a kiállításnak az újjáépítésében is, de nem várhatjuk el, hogy most itt valóban több tízmillió forintot ő is beáldozzon. Tehát fölhasználva azokat a vitrineket, amelyek itt láthatók, fogjuk bemutatni a
a kiállítást, vagy fogjuk bemutatni azt a témát, amely nem másról szól, mint a bajor kincsről, arról a kincsről, amelyet 1940-es években hagytak itt, 45-ben, 50-es években megtaláltak, 1999-ben visszaadták a vitteszbakoknak, akik végül is hosszú tárgyalás során úgy döntöttek, hogy egy részét itt hagyják. Többek között a Sárváron maradt bajor kincsek bemutatásával várja a Nádasdy Ferenc Múzeum vendégeit a megújult kiállítótérben. Március 15-én 72 éves korában elhunyt Dinnyés József előadó művész, dalszerző, énekes, gitáros. A Sárváron is rendszeresen fellépő daltulajdonos kezdeményezésére indult útjára az országosan ismerté vált Históriás Napok. Az énekelt vers legjobb hazai előadói közül többen már csak az égi színpadon léphetnek fel. 1980-ban még Dinnyés József javasolta, hogy az erős sárvári kötődésű, sárvári Tinódi Lantos Sebestyén hagyományára építve évente a Nádasdy várban lépjenek fel a 16. századi énekmondó mai utódai. A kezdeményezés évekig működött, és adott példát más településeknek is hasonló kezdeményezések elindítására. A Vas megyébe költözött Kossuth-díjas énekmondó Kátai Zoltán vetette fel az elmúlt évben, hogy jó lenne, ha újra lennének Sárváron Históriás Napok. Aztán tavaly évvégén elhunyt Kátai Zoltán, most pedig Dinnyés József. Nagy nevek, akikre emlékezhetünk majd az újrainduló sárvári énekelt vers rendezvényén. A reformáció 500 éves évfordulójának, sárvári programjainak sorában tartottak 2017-ben evangélikus hálaadó napot a Nádasdy várban. Ekkor került bemutatásra az 1541-es Szilveszter Biblia hasonmás kiadása, ahol Dinnyés József lépett fel. Ez volt a sárvári televíziónak adott utolsó interjúja. 50 éve vagyok a pódiumon, és Sárvár tanúja volt az 50 évvel ezelőtti én nekemnek, hiszen egy szál gitárral ide beállítottam annak idején, akkor még nem is itt volt a kultúrház, hanem itt a park mellett egy lejtős teremben. Megismerkedtem a helyiekkel, és amikor itt elindult a kulturális élet, a múzeum fogadott bennünket, klubok alakultak, és azóta járok folyamatosan. A verséneklés itt a városban a gimnázium miatt mindig természetes volt, hiszen Tinódi hagyományait őrizték. Amikor ideérkeztem, a helyi virslivel, Tóth Ferivel megegyeztünk, hogy mi lenne, ha kitalálnánk a meleg vizet. Ez pedig az volt, hogy régi zene, népzene és énekelt vers. Tehát három napos rendezvényt, ez a Históriás Napok lettek, 20 évig ment. Sajnos közben meghalt Virsli, de a ház tovább él, én is, és még próbálgattuk az erőnket, de mindig itt volt a régi zene. Természetesen én csak imitáltam a régi zenét, Kátai Zolival énekeltünk régi dalokat, de főleg ő volt az, aki ma már csak régi zenét játszik. De hát ide hívtuk Sebő Ferit, ide hívtuk Ratko Jóskát, Utasi Józsefet, tehát költőkkel együtt kortárs költészet, régi zene, népdalok. Ez volt a fontos. Közben Szörényi László is megérkezett a 18. század irodalmával, ugyanebben a úgymond Históriás Napok kategória 7-ben, és közben népzenei bemutatókat tartottak, menettáncverseny, borverseny, mindent hozzászerveztek a népművelők, és ez egészen szép kis rendezvénysorozat alakult ki. Tehát most, amikor itt vagyok, az 500 éves évfordulón, ez mind eszembe jut. És az én reformációm a mindig megújulás. Tehát mindig újat hozni, valamit kitalálni. Mindig mondták, a Dinnyés nem fog soha megöregedni, mindig kitalál valamit. Én nem találtam ki tulajdonképpen semmit, csak a fundamentumot akartam erősíteni, amire rá lehet állni, amire lehet építkezni. És az én építkezésem az, hogy a magyar kultúrának azokat a aranytégláit gyűjtögessem, amiből lehet egy aranyfalat építeni, amin keresztül csillogó jövőt lehet látni.
Hát így jutottam el Huszár Gálhoz, akinek az énekes könyvét 1560-ban jelent meg. Rendbe hoztam, már amennyit rendbe tudtam belőle hozni, megjelentettem könyvben, CD-n, és most már több mint 50 koncertem volt belőle. Most is tartok ebből egy kis bemutatót, hogy mégis milyen ízű ez a valami, ez a talpig magyar zene, talpig magyar költészet, és evangéliumot hirdető magyar költészet, ami előtte soha nem volt. Voltak katolikus népénekek mindig, amelyet Kodály Zoltán, Rajeszky Benyámin fölgyűjtöttek, és meg tudják mutatni, hogy volt ilyen, de ez megint más. Itt a magyar nemzet napi sorsáról beszélnek a kortárs költők, amiről a mai kortárs költők ugyanúgy beszélnek a mai helyzetről, mint az akkori kortárs költők, már Huszár Gál évszámokban számolva. És ez a kettősség, ami azonos, ez jelenti nekem azt az aranytéglát, amiből építettem a fundamentum falait. De támadjunk fel testben azért a bűnből, mert miatt kirekesztettünk a nagy dicsőségből. Védjünk nagy jó kedvel Krisztus jó voltát, Atya Isten előtt való kedves áldozatját. Mi nem sztorikat gyártunk, hanem az új Dacia Sandero-t. Új Dacia Sandero. Pont elég tökéletes. Új Sandero 1,5 millió forint kezdőbefizetéssel, már akár napi 950 forinttól. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Megszakadt a Sárvár FC tavaszi győzelmi sorozata a Vasmegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A Körmend, a Celdömölk, majd a rivális Vép legyőzése után hazai pályán a kőszegi csapat állította meg a lista vezető Sárvár menetelését. 2 pont előnnyel azonban a Sárvár FC továbbra is vezeti a bajnokságot. A győzelmi sorozat legfontosabb állomása a 21. fordulóban idegenben játszva sorsdöntő rangadót nyert a listavezető Sárvár FC a 2. helyezett Vépi VSE otthonában. A Vépi sikernek az egységes csapatjáték volt a kulcsa, idézte fel a küzdelmes mérkőzést Haraszti Zsolt vezetőedző. A mérkőzést ilyen három fázisra osztanám, nagyon jól kezdtünk,
tényleg az első 35-38 percben a kapu elé szegeztük a Vépi csapatot, utána jött a Vép részéről egy kiállítás, és ez minket zavart meg. Tehát ott elkezdtünk kapkodni, azt hittük, hogy a kiállítás után majd egyértelműen miénk lesz a mérkőzés. Hála Istennek nagyon közel volt a szünet, ott tudtuk rendezni a sorokat, és a szünet után már úgy jöttünk ki, ahogy kell, ott egy jó játszottunk mind a két csapat nagy tempóval, sok a támadást vezettünk, elég jól levédekeztük az ellenfél ellen akcióit, és így ilyen kiegyenlített jó játék volt, és gyönyörű gólt rúgtunk ennek a szakasznak a végén, és azt mondom, hogy az 1-0-ás vezetésünk után a Vép egy más játékot próbált játszani, a magas embereit fölküldte oda a mi védősorunkra, és onnantól az ment, hogy felívelték oda az mi 16-osunkra, vagy a 16-os előterébe a labdát, és megpróbálták lefejelni, ezt gyönyörűen levédekeztük. Március 20-án, aztán a következő 22. fordulóban megszakadt a Sárvár FC győzelmi sorozata. A kőszegi Lórend FC látogatott Sárvárra, és meglepetésre 1-2-re győzött a Sárvár FC ellen. A 19. percben a kőszegiek szerezték meg a vezetést, erre 3 perc múlva még Horváth Kevin góllal válaszolt. Azonban a 46. percben belőtt Fehér Dániel második találatára a mezőnyfölényben játszó Sárvár már nem tudott egyenlíteni. A múlt heti nagyon nagy eufória után most nagyon el vagyunk kenődve, én legalábbis, de ahogy láttam a srácokon a fiúk is. Most azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mérkőzés, ha most így ezt az utolsó hazai meccset nézzük a Kőszeg ellen, bebizonyította azt, hogy a labdabirtoklás nem elég, sokkal határozottabban kell befejezni az akciókat, bátrabban kell az átlövésekkel bánnunk, és akkor talán eredményesebbek leszünk, hisz az ellenfél egy élő rúgófalat vont a kapunk elé, így megakadályozta az összes lehetőségünket, vagy az összes kísérletünket a góllövésre. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nem is voltak ezek a kísérletek olyan átütő erejűek, annak ellenére, hogy talán 3 kapufát is sikerült rúgnunk, de ez a futballban látjuk, hogy semmit nem ér. Tehát ezt a mérkőzést úgy tudom értékelni, hogy még egy pici plusz hiányzott ahhoz, hogy ez a mérkőzés is a tarsolyban legyen, ez a plusz pedig az, hogy a támadások hatékonysága nem volt a mai napon olyan, amilyet szerettem volna. A következő mérkőzésekre a felkészülés a csapategység gyakorlása lesz, de az egyéni, bátrabb hozzáállás is szóba kerül, mert ez a Kőszeg ellen hiányzott, mondta az elvesztett találkozó után Haraszti Zsolt. Ezeken a mérkőzéseken, mikor a csapat együtt próbálja azt, amit gyakorolgattunk edzésen, próbálja azt megcsinálni, amit az edzéseken kértem tőlük, az az egyéni pici kis plusz, az az egyéni kicsi kis fineszesség, vagy valami bátorság, amiből kapura lövéseknél eredményes lehet, vagy egy olyan kulcsfontosságú passzok, kulcspasszok, amiből még nagyobb helyzetet tudnánk kialakítani, vagy egy-egy olyan csellel lebontani az ellenfelet, amivel egyénileg előnybe tudnánk kerülni, ritmus előny, tempó előny tudnánk szerezni, ezek most ezen a mérkőzésen hiányoztak, vagy nem ültek, vagy nem sikerültek. Tehát azt gondolom, hogy a csapategység és a csapatjáték terén egész jól néz ki a csapat, ezek az egyéni kis plusz fineszes dolgok kellenének még. Mivel a második helyezett Vép Répcelakon 1-1-es döntetlet játszott, így 46 ponttal, 2 pont előnnyel a Sárvár FC továbbra is vezeti a bajnokságot. A következő ellenfél március 27-én idegenben a Szent Gotthárd, majd hazai pályán a Cseprek csapata következik. Kedves nézőink, továbbra is sporthírekkel folytatjuk. Remek győzelmi sorozatot tudhat maga mögött a Fülöpborozó és Zöldfa italkertélyese csapata. A tabella első helyén álló csapat hazai pályán március 20-án a második helyen álló Rum TTR-t fogadta, és győzte le a Vártnál könnyebben 7-1-re. Az MB3-as sárvári Teke csapat hazai zárt kapus mérkőzései a Fülöpborozó és Tekéző Facebook oldalán élőben is figyelemmel kísérhetőek. 2 hét alatt 5 bajnoki mérkőzést játszott a sárvári Kinizsi Kékgolyó Teke csapata az MB1-ben. A győztes meccseknek köszönhetően a sárvári tekézők már az első osztályú bajnokság dobogójának 3. helyén állnak. Március 20-án a 13. fordulóban a sárvári tekések pályaválasztóként Répcelakon 6-2-re győzték le azzal a Szentgrót együttesét. A Sárvárfürdő Kinizsi MB2-es női kézilabda csapata 2 hét pihenő után folytatja a bajnoki küzdelmeket. Az utóbbi hetekben hullámvölgybe került csapat ellen elvették a győr elleni győztes pontokat,
majd kikaptak a Bükk és a Komárom ellen. A tabellán jelenleg negyedik sárvári női kézisek március 28-án, vasárnap délben a Pénzügyőr Ese U22-es csapatával játszanak idegenben. Közéleti magazin műsorunk végén következzenek legfontosabb híreink röviden. Négyzetméter alapon lehetnek majd nyitva a boltok, és nagy valószínűséggel április 19-én nyithatnak ki az oktatási intézmények. Előtte beoltják az iskolai és az óvodai dolgozókat. Katonák fertőtlenítették a sárvári vármelléki óvodát, mivel a pápa bázis repülőtér felel Vas megye fertőtlenítéséért is, ezért a pápai katonák jöttek el Sárvárra elvégezni ezt a feladatot. A Kertvárosi utcák lépésről lépésre történő felújítási programja az Eperjes utca felújításával folytatódik. A munkálatok március 22-én indultak a járda felújításával. Játékos feladatokkal és versenyekkel szólította meg a Nádasdy Tamás általános iskola a leendő első osztályos gyermekeket. Három első osztályt szeretnének indítani jövőre. Az évek óta húzódó bajorkincsek ügye a tavalyi év végén lezárásra került. Magyarország kormánya a múzeum munkatársai által kiválasztott tárgyakat megvásárolta. Március 15-én, 72 éves korában elhunyt Dinnyés József előadó művész, dalszerző, énekesgitáros. Ráemlékezünk egy korábbi interjúnkkal. Megszakadt a Sárvár FC tavaszi győzelmi sorozata a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Hazai pályán a kőszegi csapat állította meg a lista vezető Sárvár menetelését. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk március 27-ei adását látták. Új közéleti magazinnal április 3-án jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és YouTube-on is. Viseljenek szájmaszkot, vigyázzanak egymásra. A viszontlátásra!